back in ETV. Hello, a Balkoni TV Budapestet látjátok, a műpa tetején vagyunk a Fish-el, akiknek hamarosan megjelenik egy lemeze, és egy olyan dalt hoztak nekünk, ami állítólag még soha sehol nem szólalt meg. A címe? Kivéve a próbateremben, nem ez a címe, hanem Kockás Inges Lányok, és rész már rólad szól. Nagyon kedves tőletek. Ez jó most. Már megint nem voltunk sehol, vagy három év alatt. A járd a szigetekre, a négyes is van csak a hatos. Vagy a Margit szigetekre, Dubai hétfő. De mindenki józan módok, újra itt a hétfő. Aztán meg hogy nézzük ki, hát ki van itt kérem. Minden este búztok az Erzsébet téren. Szevasztok kockás, inges lányok. Nem hallom, hogy hello. Szakállas fiúk, ti megcsakátok. Jó! Ez gáz, nem gáz, de gáz az sok nem igaz. Mindenki vár valaki támor, hogy lenyilasz. Talán hamarosan eljön, aki ez a Tinder Surprise Festival feelingben az utcákon és a tereken. Szevasztok, mit tisztok, ez 5 perc alatt szerelem. Ami elmúlik, mint a világ dicsősége. És megválik a helyet, inkább 10 sört kéne. Szevasztok, kockás, inges lányok. Nem hallom, hogy hello. Szakállas fiúk, ti megcsakátok. Na mi van? Elment a hajó? Egymásra vártok, vagy egymással jártok? Oszoljanak kérem, nincs itt semmi. Látni való. Hogy ez itt most a legmagasabb életmód az éjszakain hazafelé cseri profilképet. Elhagyom sapka meg egy lehány tornacipő. Más már óra a menikére, mert lejárt az idő. Ha nagyba vagy akkor is csak kicsit kész. Itt mindenki kész van, itt mindenki kész. Szevasztok kockás, inges lányok. Nem hallom, hogy hello. Szakállas fiúk, ti megcsakátok. Na mi van? Elment a hajó? Egymásra vártok, vagy egymással jártok? Oszoljanak kérem, nincs itt semmi látnivaló. No! Na csáó, na csáó, na csáó, na csáó. Csáó és kösz. Az új lemez Szegeden vettétek föl. Miért pont ott mostanában ugye Pécs a menő vidéki város, de igazából azt sem értem, hogy miért kell feltétlen Budapesten lakó embereknek Szegedre menni, lemezt fölvenni. Egyrészt nagyon jó hely, másrészt meg a napfény városa, ami sajnos nem igazolódott be, mert folyamatosan esett az eső. Szegeden van a kedvenc stúdiónk, és ott veszük fel az anyagainkat most már hosszú évek óta. Elárulhatod, hogy mi ez a stúdió? Ez a Black Hole Sound stúdió, és egyébként meg hazudok, mert közben félig a Trash Hill stúdióban, ami a szemétdombot jelenti, ami egyébként ez a város is. Láttam a Facebookon, hogy hogyan készültetek a lemez felvételre. Hát nem ilyen Eminemes spirálfüzettel, amin át vannak húzogatva a dalszöveg részletek, hanem egy bevásárló kosárnyi piával. Ez azt jelenti, hogy aki meghallgatja majd a lemezt, az végig beszittyózott zenészeket hallhat. Nem egészen, de azért kell, hogy ellazult állapotban legyünk, és nagyon jól érezzük egymást. Egyébként Dácinak ez az első stúdiózása velünk, és hát egy picit el kellett az időt őt is lazítani, de ne arra gondoljatok, amire én gondolok általában. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, ez természetesen nem feltétlenül szükség italra, de mondjuk ez a szempont arról szólt, hogy mi van mondjuk éjszakánként Budapesten. Ilyenkor, amikor napi 10-12-16-24 órákat vagytok összezárva, akkor nem jönnek ki az ilyen kis nézett különbségek, nem kezdtek el marakodni, mint a csajok, nincsenek hisztik, és nem gyűlölitek meg egymást? Dehogy nem, de ezen már évek óta túl vagyunk, úgyhogy ez semmi újdonságot nem jelent. Most Dáci az, akit kipécéztünk, mert ugye ő legújabb, úgyhogy az ő vérét szívjuk folyamatosan. És bírja? Nagyon szépen, nézd meg. Gratulálunk akkor hozzá. 27-én, ami húsvét vasárnap, lesz a lemezbemutató koncert az A38-on. Hogy kell ezt elképzelni? Az elsőtől az utolsóig lemennek majd a számok, vagy? Azt azért nem, tehát egy ilyen lemez megmutatót tartunk inkább, egy ilyen 4-5 dalt, illetve inkább 6-ot hetet biztos, hogy előveszünk majd az új lemezről. Az egészet nem tervezzük eljátszani, ezért szeretnénk, hogyha nyáron is maradna még újdonság. Egyébként... Szerintem azért, mert hogy nem tudjátok még fejből az összeset. Hát ezt hallhattátok, hogy egyébként meg ez sem, de tényleg nagyon frissek ezek a cuccok.
játszottak, ezt most játszottuk először, remélhetőleg addig már azért egy párszor előveszük majd élőben. Egyébként igen, tehát javarészt az új lemeznek el fognak hangzani a általunk leghúzósabbnak ítélt dalai, bár az összes az szerintem, hogyha így jobban belegondolok. És egyébként nagyon érdekes, hogy Idő van címmel jelenik meg, és 27-én éjjel kell egyébként előreállítani az órákat. Ez csak egy érdekes, nem is tudtam róla, de tök jó, nem? De most már tudod. Hát köszönjük, hogy itt voltatok, hajrá, hajrá, 27-én akkor az E38-on lehet megnézni a Fist és meghallgatni néhány új dalt. Köszönjük, hogy néztetek minket, egy hét múlva találkozunk. Csá! Back in ETV.